üdvözöllek újra a csatornámon, Eszti vagyok. Először is elnézést kérek a hangomért, épp egy megfázás legvégén tartok, ezért még egy kicsit ilyen beteges, de ez nem tántoríthatott el attól, hogy megcsináljam ezt a mai videót, amiben arról szeretnék beszélni, hogy ne csak céljaid legyenek, hanem éld bele magad. Képzeld el, legyen egy vízió. A minap olvastam egy cikket Arnold Schwarzeneggerről, amiben arról kérdezték, hogy minek köszönheti azokat a sikereket, amiket elért életében. Ő azt mondta, hogy semmi másnak, csak annak, hogy volt egy nagyon-nagyon erős víziója itt, amiben elképzelte, hogy mi szeretne lenni életében, mit szeretne csinálni, és ez az, ami őt átsegítette a nehezebb napokon, hogy elérje azokat a sikereket a sportkarrierjében, amiket ugye elért, hogyha voltak olyan napok, amikor 200-500 extra felülést vagy fekvőtámaszt kellett megcsinálnia, ez a vízió mindig is itt volt benne, nagyon erősen, és ez segítette őt. Neked is kell, hogy legyen egy ilyen víziód, mert a célok önmagukban nem elegek. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy kitűznek maguk elé célokat, de ez túlságosan nyers és megfoghatatlan. A célok jók, önmagában jók, de nem elegek. Ha nincs mögötte egy nagyon erős vízió, egy elképzelés, beleéled magad, megálmodod, akkor ami történni fog, az igazából az, hogy amikor beleütközöl az első akadályba, amikor jön a munka nehezebb része, fel fogod adni, mert a célok önmagában nem fognak téged abban segíteni, hogy átvészeld ezeket az időszakokat, de ha itt megvan ez a vízió, az igen. Néhány személyes példát hadd mondjak, hogy megértsd, mi a különbség a célok és a vízió közt. Amikor én annak idején például elkezdtem angolul tanulni, nem csak az volt bennem, hogy szeretnék egy nyelvvizsgát, mert ez egy jó cél, de nem elég. Én csodálkozva néztem azokat az embereket, akik folyékonyan beszélnek angolul, és igazából elképzeltem magamat, hogy egy nap majd én is ilyen gördülékenyen, folyékonyan beszélek, megnézem a kedvenc sorozatomat felirat nélkül, tehát teljesen elképzeltem a szituációt, ahogy csak úgy jönnek a szavak gondolkodás nélkül, és nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy elérjem azt, ahol most tartok, hogy gyakorlatilag folyékonyan beszélek angolul. Másik példának mondhatnám a futást, mint hobbimat. Amikor annak idején évek ezelőtt beneveztem az első versenyemre, egy félmaratonra Budapesten, nem csak az volt a cél, hogy lefussam a félmaratont, mármint ez volt a cél, és ez egy jó cél, de a vízió az az volt, ahogy átfutok a célvonalon, ott fognak várni a barátaim, a családom, milyen jó érzés lesz, milyen büszke leszek magamra, hogy ez a sok munka megérte a fáradtságot. Vagy tegyük fel, szeretnél megszabadulni néhány kilótól. Az jó cél, ha azt mondod, hogy nyára szeretnél 4-5 kilótól megszabadulni, de legyen mögötte vízió. Képzeld el, hogy mennyire jól fogod magad érezni azzal a pár kilóval kevesebben. Képzeld el, hogy milyen jól fognak rajtad állni azok a ruhák, amiket szeretnél felvenni, hogy mennyivel magabiztosabb leszel mondjuk fürdőruhában a strandon. Ez sokkal több, sokkal erőteljesebb, mint egy szimpla cél, hogy 5 kilótól szeretnék megszabadulni. És hogy miért olyan fontos ez? Jogosan mondhatod, hogy attól, hogy elképzelem, még nem biztos, hogy meg fog történni. Ez igaz is. Ez az erőteljes képzelet, a vízió nem fog téged abban segíteni, hogy elérd a célodat önmagában. Ez még nem elég. Abban az egyben fog segíteni, hogy az úton, ami afelé tart, hogy elérd a célodat, ne add fel. Tehát, ha menjünk vissza mondjuk az első példámhoz, az angol tanulás, amikor ott van előtted a táblázata a 300 igével, amit be kell magadnod, az igék három alakja, ugye múlt idő, harmadik alak, stb. Engem az motivált, hogy elképzeltem, hogy ez azért kell, hogy igenis egy nap én is milyen szépen fogok beszélni angolul, vagy a futás. Amikor nem volt kedvem egyáltalán futni, mert hideg van, mert fúj a szél, mert túl meleg van, az volt bennem, ez az elképzelés volt bennem, hogy mennyire jó érzés lesz beérni a célba, ott lesz mindenki, akit szeretnék, milyen büszke leszek magamra. A fogyás, amikor abszolút semmi motiváció nincsen tornázni vagy diétázni, akkor hívd elő ezt a víziót,
amit mondtam, hogy milyen jól fogod magad érezni, milyen jól fognak állni rajtad a ruhák. Tehát, hogyha megvan benned ez az erőteljes képzelőerő, a vízió, akkor téged segíteni fog abban, hogy rajta maradj az úton, ne add fel, hogyha jönnek az akadályok. Egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a víziók ne legyenek túl általánosak. Bontsd le részletesen. Hányszor hallunk olyat, mikor megkérdeznek valakit, hogy mit szeretnél elérni az életben, és azt mondja, hogy szeretnék gazdag és sikeres lenni. Bum. Hát mindenki szeretne gazdag és sikeres lenni. Ez nem cél, ez nem vízió. Bontsd le. Mi az, hogy gazdag? Mennyi pénzt szeretnél keresni havonta? Mi az, hogy sikeres? Hol szeretnél dolgozni? Mit szeretnél csinálni? Egy cégnél szeretnél lenni? Saját vállalkozást szeretnél indítani? Vezető pozícióban szeretnél lenni? Vagy inkább csak egy csapat részeként másnak dolgozni? Mi az, hogy sikeres? Mi számodra a siker? Írd le, hogy hogyan telne egy tökéletes nap számodra. Gazdag lenni? Siker, boldog lenni? Hol szeretnél élni? Kikkel szeretnél magadat körülvenni? Tehát ezek konkrétan legyenek meg, mert az, hogy gazdag és sikeres, ez nem cél, ez túl általános, ebből nem lesz semmi. De ha konkrétan elképzeled az életedet, hogy mit szeretnél csinálni és hol szeretnél lenni, az már egy vízió. És hogyha ezt tudatosan itt tartod a fejedben, akkor téged segíteni fog abban, hogy ezt el is érd. Szerintem a legszebb az egészben, hogy ez a képesség mindenkiben benne van. Bennem is, benned is, itt, és ingyen, és senki nem veheti el tőled, és tanulható, és gyakorolható, mindenkiben ott van, csak elő kell hívni, és nagyon-nagyon erőteljes ez, erőteljesebb bárminél. Az, hogyha megvan ez a víziód, és kitartasz mellette, és a nehezebb napokon mindig tudni fogod, hogy miért csinálod azt, amit éppen csinálsz. Én arra biztatlak, hogy ha még nincs egy ilyen víziód, akkor fogj egy tollat és egy papírt, és írd le, amit mondtam, konkrétan, részletesen, mi a te víziód, mit szeretnél csinálni, mit szeretnél elérni. És ha ez megvan, akkor ne csak fizikai formában tartsd mellett, tedd ki az asztalodra, a szobád falára, hanem itt legyen, mindig, veled. És hogyha beleütközöl egy nagyobb akadályba, ha ott tartasz, hogy fel szeretnéd adni, ha úgy ellátod, hogy nincs semmi értelme annak, amit csinálsz, akkor ragaszkodj ahhoz az elképzeléshez, ahhoz a vízióhoz, és át fog téged segíteni, mert tudni fogod, hogy miért és mit csinálsz. Ennyit szerettem volna mondani ebben a mai rövid videóban. Én köszönöm, hogy velem tartottál és megnézted. Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, tarts velem legközelebb is. Szia!